Fehér Miklós emléke volt a legfontosabb azon a győri utánpótlás tornán, amelyet a Szabadhegyi Általános és Középiskolában rendeztek. Ide járt Fehér Miklós is. Itt tanulta meg a foci alapjait nevelőedzőjétől, Csékovács Lászlótól. Amikor a Miklós itt Stark Petivel, Farkas Balázsékkal kisiskolás volt, én akkor kerültem 81-ben a Szabadhegyi iskolát, tehát több mint 30 éve. Akkor már a szomszédokat hívtam, és minden tornán, ahol lehetett, elindultunk, és minden korosztálynak megpróbáltuk megkeresni a lehetőséget. És a mi tornatermünk, mivel ilyen méretű, a legkisebb méretű volt a városban, mi a legkisebbekre, az első-másodikasokra koncentráltunk. Simon Robert Balázs alpolgármester szerint az egykoron a világhírű Portóban és Benficában is futballozó Fehér Miklós emlékét ezzel a tornával méltóképpen őrzik az iskolában. Mindenképpen példaértékű a pályafutása, hiszen rendkívül fiatalon, rendkívül magasra jutott, és a pályája kiteljesedhetett volna. Most lenne 34 éves, és szerintem talán a 100. válogatottsága közelében állna. A torna ideje alatt az aulában a gyerekek kivetítőn nézhették meg Fehér Miklós pályafutásának legszebb góljait. A színpadon pedig néhány fiatal focista megmutatta azt is, hogy hogyan kell dekázni. A megnyitón emlékplakettet adtak át mindazoknak, akik támogatták a kupa megrendezését.